Az Európai Mobilitási Héten a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ programokat szervezett idén is óvodásoknak és iskolásoknak a környezettudatos közlekedés népszerűsítésére. A célunk a mobilitási héttel az, hogy népszerűsítsük városunkban és főleg a fiatalok körében az alternatív közlekedést és a fenntarthatóságot, hiszen ez egy nagyon fontos dolog a jövőnk miatt. És a fiatalokat mindig arra buzdítjuk, hogy jöjjenek el hozzánk a legmobilisabb osztályversenyre, különböző alternatív közlekedési eszközökkel, ez is beleszámít mindig a pontozásba. A megmérettetés idei győztese a Minyonok, a Vörös Marti Mihály Általános Iskola 7. B osztályának csapata lett, akiket felkészítő tanárukkal együtt Cserpakovics András polgármester fogadott a Városháza dísztermében. Ennek a hétnek az a fő célja, hogy egy kicsit tudatosabb, környezetbarátabb közlekedési formákat találjunk, és a jövő nemzedékét már ebbe az irányba neveljük, de úgy, hogy közben játékos formájában valahogy részt is vehetnek ennek az évnek és a hétnek a eseményeiben. Így volt ez idén is, több osztály is elindult, és végül a Vörös Marti Általános Iskola egy osztálya közössége nyerte meg a versenyt, és az is egy szép hagyomány, hogy akkor mindig ők egy nagy tortát kapnak, és itt a Városházán fogadjuk őket. A torta már itt van, itt vannak a fiatalok is, és szerintem már biztosan nagyon ennék. Az iskolásokra izgalmas feladatok vártak a legmobilisabb osztályvetélkedőn. A Vörös Martis fiatalok vetélkedőkön és bemutatókon keresztül ismerkedtek meg a fenntarthatósággal és a közösségi közlekedés szabályaival. Egy részük, vagy nagy részük az egy sportol, tehát ők szeretnek győzni. Tehát ezért úgy gondolom, meg is tettek érte mindent, tehát a sikert azt mindig úgy érjük mindenki, hogy örül neki. Ők is nagyon örültek nyilván. Már előtte voltunk, úgyhogy most ismételtem, megpróbálták és hát megtettek mindent érte. A siker mellett fontos szempont hangzott el az ünnepen, miszerint a fiatalok megismerhették és megérthették, miként működik a város, mi mindent kell tenni a hétköznapokon azért, hogy igazi ünnepeink lehessenek.